ez az emlékév, ez nem arról szól, hogy Szigetváron vannak falak, nincsenek falak, nőnek a fák, nem nőnek a fák, hanem a magyar nemzetről szól. A magyar nemzet magyar emlékezetpolitikáról politikáról szól, az, hogy mi, mi magyarok tudjuk-e azt, hogy van egy ősforrás, hogy a régi görögöknek volt egy trójája, nekünk van egy szigetvárunk. Fölkértük Szabó Tamás szobrász művész urat, hogy készítsen Szigetvárra egy Zrínyi emlékművet. Ott van már egy remek szobor, Somai József kis és szürrealisztikus Zrínyi szobra, egy igen jó alkotás. Mellett a várva lesz egy olyan is, ami inkább emlékmű, és ki és visszaadja kicsit jobban, reményeim szerint, mint Somogyi József munkája, az, hogy Zrinyi nem egy magányos hős volt, hanem emberek álltak mögötte az utolsó pillanatig. Az író szövetséggel egy pályázatot írtunk ki, a pályaműveket leadták, ezeket az alkotásokat a Magyar Napló szeptemberi számával fogjuk közétenni. Már több kötetünk Elkészült Mózer Zoltán fotoművésznek egy remek kötete, ami vallomás Szigetváról a fotográfus szemével, amihez azonban, hogy, hogy legyen egy akadémikus olvasata is, Fodor Pál tanárúr írt egy remek tanulmányt arról, hogy mi történt Szigetváron, és azt négy nyelven is megjelentettük, mert mindazokat, amit mi tudunk, a magyarság világáról, az jó lenne, hogy nem maradnának titkok, úgyhogy ott van a kötetben a történeti hagyományokán természetesen horvátul, hiszen Zrínyi Miklós legalább annyira horvát volt, mint a magyar. Ott van angolul, mert az a új világnak a nyelve, és ott van törökül, hogy török barátaink is tudják, hogy ki volt az az ellenfél, ki volt az az ember, aki megállította hosszú időre Szulejmán Szultánnak a félelmetes hadát egy nagyon nagyszabású nemzetközi konferencia kezdődik eh, szeptember 6-án a Péc Pécset a Tudomány eh, házába, ahova körülbelül 40 neves történész a világ minden részéről, az Egyesült Államoktól, eh, Törökországig, Franciaországtól, eh, Horvátországig eh, eljön Pécsre, és megvitatják, hogy hogy is nézett ki a 16. század világa. A az emlékévnek a főnapja szeptember 7-e, amikor a kitörésre sor került, és amikor Zrínyi Miklós és társai elestek, ez körülbelül a déli órákban volt. Ezért van az, hogy szeptember 7-én lesz a három elnök találkozója a délelőtti órákban, de már előtte nap, szeptember 6-án megkezdődnek az úgynevezett zrínyi napok, amelyek 11-éig tartanak. Szeptember 6-án este 6 órakor a Szent Rókus templomban van egy szentmise amelyben emlékeznek az elesettekre. Szeptember 8-a az török nap lesz, Törökországból számos delegáció érkezik, törökös jellegű programokkal, szeptember 9-a az horvát nap lesz, magyarországi horvát közösségek, szlavóniai közösségek és a horvát kulturális minisztériumnak a programjait valósítjuk meg. Szeptember 10-én szombaton várjuk a magyar családokat, ez szombat, reméljük, hogy nagyon sokan eljönnek, és szeptember 11-én fejezzük be az emlékezést. A kormányzat egy 1 milliárd forintos támogatással állt emögé a rendezvény mögé, olyan formában, hogy 580 millió forintot a miniszterelnökség büdzséjében a Szigetvári Vár felújítására szánunk, emellett pedig egy 500 millió forintos keretben részben az emmi költségetésében, részben a külügyminiszterünk költségetésében pedig az év, az emlékév program sorozatait támogatja az állami költségvetés. Magyarország számára kapaszkodókat keresünk a posztmodern korban, amikor az értékek válságát éli meg Európa, és ilyen kapaszkodó lehet az a helytállás, amit a reménytelen helyzetben is választottak annak idején az ismert szigetvári hősök. Szigetvár nyilvánvalóan üzen. Üzeni az értéket, értékét veszítő társadalmaknak, hogy igenis kiállni valamilyen érték mellett az erősítés acélozza az egyént, és hozzájárulhat ahhoz, hogy közösséggé formálódjunk. Tesszük ezt 450 év elteltével is színyekre és a Szigetvári hősies helytállásra gondolva. A 450 éves emlékév sok-sok szempontból, sok-sok aspektusból segít bennünket magyarokat és segíti a közép-európai népeket abban, hogy tehát saját önazonosságunkban megerősítsen bennünket.